Dr. Fazekas Sándor miniszter úrral beszélgetünk egy picit a kunhagyományok ápolásáról. Azt gondolom, hogy ma megint láthattuk, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki viszi tovább azokat a kiskun és nagykun hagyományokat, amelyeket önök itt a KUN Szövetség alapítójaként elkezdtek. Hát én ennek nagyon örülök, és látom azt, hogy fiatalodóban van a KUN Szövetség, sokan lovagolnak, íjászok is itt voltak, népi hagyományőrzők, van utánpótlás, és ez biztosítja azt, hogy a KUN identitás fönnmaradjon. És szerintem ennek a hétköznapokban is megvan a maga szépsége, hiszen éppen most túl kevén zajlik egy bőlénap, és ott kunsági kis perecet kínáltak a érkezőknek. Karcagon is sütnek ilyen perecet, de ez csak egy példa. Tehát az étkezés, a kultúra, a művelődés, az identitás, ezek összekapcsolódó dolgok, és ezért is volt hasznos ez a mai taggyűlés, ami egy keretet ad a munkának, hiszen a KUN Szövetségnek ez a feladata, hogy legyen egy olyan egyesületi háttér, legyen egy olyan gyűjtőpont, ami összehozza azokat, akik számára a KUN identitás igazán fontos. És hát azt gondolom, hogy az is egy elismerés lehet a KUN Szövetség felé részünkről is, hogy a kiskunok, nagykunok nagyon összetartanak, tehát itt voltak ma is a kiskunságból többen, és közös programokat is szerveznek. Hát ez külön jó dolog, hogy van egy ilyen szervezetünk, és a különböző programokon tudunk találkozni kiskunságban, de az ország távoli részein is, hiszen Kaposvárról és más településekről is vannak KUN tagok, tagtársaink. Én arra buzdítok mindenkit, hogy bármely részén is éljen a hazának vagy a nagyvilágnak, aki KUN-nak tartja magát, az lépjen kapcsolatba velünk, hiszen nagyon sokan KUN, besenyő és más keleti identitású töredékei a magyarságnak, egy nép, egy nemzet vagyunk, de sokféle keleti gyökére lehetünk büszkék. Én bízom benne, hogy az idei programok is eredményesek, sikeresek lesznek, hiszen itt most Karcagon vagyunk, és a birkafőző verseny egy igazi KUN hagyományőrző program, nem is létezhetne ugye nélkülünk, de akár a Turkevei Juhász Fesztivált, vagy más olyan programokat, KUN Szent Miklósi napokat is említhetem, amelyek szinte találkozóvá nem esettek az elmúlt években a KUN identitású embereknek a találkozóivá. Reméljük, még sokáig így lesz, és jó munkát kívánunk önnek, hiszen azért a KUN Szövetségben ugyanúgy aktívan részt vesz. Köszönöm szépen, hát most már tiszteletbeli elnöki minőségben, de igyekszem mindent megtenni azért, hogy a szervezet az eredményes legyen, az adományaival, a munkájával, az odafigyelésével, a tagok összefogásával lehet sikeres a KUN Szövetség. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kovács Sándor, a KUN Szövetség elnökével beszélgetünk. Túl vagyunk a mai közgyűlésen, nagyon sokan eljöttek kiskunságból, nagykunságból is. Fontos, hogy a két KUN rész összetart. Igen, nagy örömre szolgált, hogy a Karcagi Városháza díszterme, nagyterme megtelt az ország minden részéről jövő KUN-okkal, a tagsággal, és egy nagyon jó hangulatú közgyűlést tudtunk tartani itt Karcagon. Itt elhangzottak, hogy segítik önöket sokan, tehát mellé álltak a KUN Szövetség elképzelésének, amely a hagyományápolást tűzte célul. Sok-sok adomány érkezett a tavalyi évben is, azt gondolom, hogy ez is jelzi, hogy fontosnak tartják mások is az önök által végzett munkát. Igen, örömömre szolgál, hogy nagyon sokan vagyunk, akik a KUN identitást ápoljuk, őrizzük, és nem csak a nagykunság vagy a kiskunság területén, hanem azok az emberek is, akik innen származtak, vagy az ősei elszármaztak valamelyik kunsági régióból, azok is tartják ezt a hagyományt. Összetartó csapat vagyunk, összetartó társaság, és ennek meg is van az előnye az élet minden területén, hiszen ha bárhol találkozunk, bárhol vannak rendezvényeink, összetartunk, találkozunk, segítjük egymást, és én azt gondolom, hogy ennek ez egy legfontosabb üzenete, hogy nem csak az ősökkel, nem csak a hagyományainkkal foglalkozunk, hanem tudunk foglalkozni egymással, a mai mindennapok problémáival is. És hát a múlttal is mondhatjuk, hiszen a redemciós táblákat szeretnék felújítani, tehát ez is egy fontos része a szövetség hagyományápoló munkájának. Így van, nekünk több síkon kell folyni a munkánknak, nagyon sok feladatunk van. Foglalkozni kell az őseink, a hagyományaink ápolásával, ez a redemciós tábla, akár a hagyományőrző díjazottunknak a kitüntetésével, de foglalkoznunk kell a jelen idővel is, a mai problémákkal, a mai KUN identitás megélésének problémáival, buktatóival, és én azt gondolom, hogy az idő síkján az ősöktől kezdve a jövőig a KUN Szövetség minden ilyen jellegű problémával tud foglalkozni, és úgy gondolom, hogy adekvált válaszokat is adunk.
És hát igyekeznek megjelenni a külvilág felé is egy egységes arculattal, hiszen már láthattuk, hogy van egy új jelkép is, viszont nagyon érdekes volt és hasznos volt a díjazottaknak átadott nyilvessző is, ami ismét utalt a Kunszövetségre. Így van, a támogatóinkat idén egy olyan ajándékkal lepte meg a Kunszövetség, olyan ajándékkal leptünk meg, amelyik egy nyílvessző. És ez a nyílvessző azért különleges, mert ezüstből van a hegye a Kunszövetség a kunok címerével. És hát idéztem is, hogy a legenda alapján, hogy a gonosz szellemet semmilyen fegyverrel nem lehet legyőzni, csak akár egy ezüsthegyű golyóval, és ez az ezüst nyílhegy szimbolizálja azt, hogy a legárdázabb ellenfelet is le tudjuk győzni, és hát rajta van a nyílhegyen a kunoknak a címere, a kettős farkoroszlán, hogy tudja azt, hogy kitől kapta a nyílhegyet, és ezt adtuk át a támogatóinknak, segítőinknek, Fazekas Sándor miniszter úrnak is természetesen, és egy másik meglepetéssel is készültünk, elkészítettünk egy autós matricát, egy felséggel autós matricát, amely úgy néz ki, hogy az ovális matricában nemzeti szín alapon van a kettős farkú kunoroszlán a csillaggal, a holddal, és alatta felirat, hogy Kunság. Én bízom benne, hogy minél több tagunk, barátunk, szimpatizánsunk az autójára fel fogja ezt a felségjelet ragasztani, hogy lehessen látni, hogy akár előttünk egy tagtársunk, egy barátunk, egy szimpatizánsunk autózik, és hirdetni azt, hogy kunok vagyunk, és a Kunságból származunk. Reméljük, hogy így lesz, és azt is, hogy nagyon sokan vesznek részt azon a rendezvény sorozaton, hiszen Kiskunságban, Nagykunságban is rendeznek, vagy támogatnak, vagy fővédnökséget vállalnak rendezvényeken 2016-ban is. Nagyon sok rendezvényünk volt tavaly, ez a Kunszövetségnek egy nagyon szép hagyománya, hogy nagyon sok rendezvényt, hagyományőrző és egyéb rendezvényt szervezünk és támogatunk, így lesz ebbe az évbe is. És én azt gondolom, hogy a programokban mindenki meg fogja találni az örömét, kicsik, nagyok, felnőttek, idősek, és nagyon jó programsorozatunk lesz. Reméljük, ez az időjárás is kegyes lesz, és találkozunk ezen a sok rendezvényen. Köszönöm szépen, és mindenkinek azt kívánom, hogy találkozzunk, jól érezzük magunkat, és őrizzük ezeket a hagyományokat, hogy az utókornak át tudjuk adni. Köszönjük szépen! Köszönöm! Smuta Gergőnek szeretnék először is gratulálni a Sudár István emlékdíjhoz. Köszönöm szépen, én szeretném megköszönni ezúton is, hogy méltónak találtak arra, hogy nekem ítéljék ezt a díjat, nagyon sokat jelent nekem. Annál is inkább, mert én úgy gondolom, hogy Magyarországnak példaképekre van szüksége elsősorban, és Sudár István egy ilyen példakép, aki a kitartó munkájával, illetve az elhivatottságával állít példaképet elénk. És én úgy gondolom, hogy én a lovasi jászat területén nyújtott munkásságom, ami igazából én úgy gondolom még nem is olyan mély, vagy nem is olyan régi, hogy erről úgy tudjak beszélni, ahogy ezt most ennek a díjnak a tulajdonosaként kellene. Viszont én ezt a lovasi jászatot egy nemzeti jelképnek tartom, és én úgy gondolom, hogy mint a nemzeti jelkép megjelenítőjeként nagyon komoly felelősségem van, amikor bemutatom ezt a tevékenységet. És a lovasi jászat igazából nem ott kezdődik, hogy fölnyergelem a lovat, és megtartok egy bemutatót a közönségnek. A lovasi jászat a kitartó, komoly munkáról szól, a lónak a tartásáról, gondozásáról, gyakorlásáról, és a lovasi jászat pedig már csak az eszköze annak, hogy bemutathassam, illetve a bemutatásra kerülhessen az a kitartó és komoly munka, amelyet az őseinket is jellemezte, úgy, mint a magyar őseket, illetve mint a kun őseket egyaránt. És ennek az érzésnek a továbbítójaként vagy továbbadójaként látom én a párhuzamot Sudár István és az én munkásságom között, habár én úgy gondolom, hogy még nagyon sok minden áll előttem, hogy még bizonyíthassak, és nagyon komoly felelősség most már ennek a díjnak is a tulajdonosaként tevékenykednem tovább.
mind nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen én emlékszem még az első versenyeidre Horváth Tanyán a Kunviadalon. Több alkalommal voltál Kunvitézis, tehát aki a Szabjával, Kelevézzel is nagyon jól bánt. Igazándiból most nem sértésnek, hanem elismerésnek szánom, akkori kisgyermekből. Gondolom, hogy a te kitartásod azért megvolt, de sokan nem gondolták, hogy te még 15 év múlva is nagyon komolyan ezeket a hagyományokat ápolni fogod. Van körülötted azért egy kisebb csapat is, beszéljünk erről is. Így van. Hát 2002-ben voltam az első versenyen Kisújszálláson, és annyira magával ragadott a dolog, hogy én ezt nem tudom megunni, és azóta is minden egyes alkalommal úgy szállok föl a nyerekbe, hogy ilyen gyermeki rajongással várom az első vágtámat, és szerettem látni, ahogy a célba jutottam a nyílveszőt. De ez már ennek a munkának csak az egyik vége. Fontosnak tartom azt, hogy a fiatal, illetve a minket követő generációnak is olyan példát tudjak állítani, amely követendő példa, és ha bár az én edzéseimre felnőttek is, de gyerekek is járnak, és én ezen a munkán keresztül szeretném nekik átadni, hogy milyen érzés is ezt a tevékenységet művelni. És úgy gondolom, hogy ha azok a gyerekek, akik fiatal korban ezzel találkoznak, és ki tud alakulni bennük egy olyan nemzeti öntudat, ami előrébb viszi az életben, akkor már nagyon sokat tettem, és én nem azt szeretném reklámozni, hogy mindenkinek lovasiásznak kell lennie, mert ez az élet szent grálja, mert ez nem így van. Mindenkinek lovasiásznak kell lennie a saját szakterületén, és a megfelelő maximális erőbedobással kell nyújtani a tevékenységét. Téged ismerve azért még erről órákig tudnánk beszélni. Én még egyszer gratulálok neked ehhez a díjhoz, és sok-sok követőt kívánok Kunszentmártonban. Köszönöm szépen!